Kedves egyes pár, köszöntöm Önöket, köszöntöm tanulinkat, szüleinket és minden kedves vendéget, akik a mai napon szeretettel házasságkötésük alkalmából megtisztítják. Örök. Azzal a közös elhatározással jelentek meg előttem, hogy Budapest 12. kerület negyvidék önkormányzatának anyakönyvvezetőjelölt, hogy házasságot kössenek. A házasságkötés megelőző eljárás során bemutatott okiratai, valamint személyes nyilatkozatai alapján megállapítottam, hogy tervezett házasságkötésüknek törvényakadálya nincs. Ahhoz azonban, hogy a házasság létrejöjjön, az szükséges, hogy előttem, valamint a jelenlévő két tanulmányok külön-külön, de ám 40-20 jelentéssel ezen szándékukat megerősítsék. Kérdésemet elsőként a menyasszonyhoz, majd a vereményhez intézem, mert az a kérdésem, hogy határozott igennel, vagy nem elválaszoljanak. Megkérem Önöket, és tanulunk, hogy a hivatalos része szíveségének kellene. Kijelenti-e Pavics Eszter, hogy az itt jelenlévő Tímpola Zoltánnal házasságot kötött. Köszönöm szépen. Kijelenti-e Tímpola Zoltán, hogy az itt jelenlévő Pavics Eszterrel házasságot kötött. Egyenhangzó kijelentéseink alapján megállapítottam, hogy Pavics Eszter és Tímpola Zoltán Magyar Köztársaság családi kötvényi értelmében házastársak. Megkérünk neked, foglaljunk meg.